Minden évben már általánosan elmondható, hogy a felhívások ellenére sem elég körültekintőek az állattartók szilveszter éjszaka, így a petárdázásokat és a tűzijátékokat követően nagyon sok állat kiszökik otthonról és nem talál haza. Az Állatbarát Alapítvány menhelyére az évnek ebben az időszakában több mint 20 kutya kerül be, azonban kétszer ennyi gazdi keresi telefonon elcsatangolt kedvencét. Az alapítvány munkatársai szilveszterkor 24 órás ügyeletet tartanak. Tapasztalataink alapján szilveszterkor nem túl sok bejelentés érkezik eltűnt kedvencről, valamint utcán kóborló kutyusokról, ugyanis a gazdik új év első napján értesülnek arról, hogy eltűnt kedvencük. Ilyenkor nagy segítség számunkra, hogyha a kutyusokat ellátják nyakörvel, valamint bilétel, valamint a gazdi telefonszáma megtalálható, így könnyebben értesítjük, és szinte azonnal haza tudjuk szállítani a kutyusokat megtalálásukkor. Ha tudjuk, hogy kedvencünk bármilyen erősebb hanghatására érzékenyen reagál, óvintézkedésként jobb, ha még az új év előtti nap egy biztonságos helyre bezárjuk. Amennyiben otthon töltjük a szilvesztert, akkor az esti etetés és az utolsó séta időpontját úgy válasszuk meg, hogy megelőzzük a durroktatás kezdetét, az éjfél körüli kritikus órákat pedig, ha tehetjük, töltsük együtt az állattal. Ha ebünk nagyon ijedős, ideges természetű, és úgy véljük szavakkal nem tudjuk majd megnyugtatni, forduljunk még az ünnep előtt állatorvoshoz. Egyes kutyák természetesen nagyon érzékenyen reagálhatnak az ünnepek környéki hanghatásokra, ilyenkor szükség van nyugtatásra. Erre többféle készítmény elérhető, itt a teljesen biztonságos gyógynövénytartalmú kivonatoktól kezdve a komolyabb nyugtatószerekig. Utóbbiakról annyit mondanék el, hogy érdemes azért állatorvossal felvenni a kapcsolatot ez ügyben. Ne nyúljunk a házi patikából semmilyen olyan készítményhez, amiről nem tudjuk biztosan, hogy milyen hatással van állatunkra. Állatorvosi jó tanács még kutyatartóknak a szilveszteri időszakra, hogy veszély esetén a kutyusok a falka vezér viselkedéséről vesznek mintát. Így ha a gazdi nyugodt, a kutya sem esik olyan könnyen pánikba.